A karcagi városi megemlékezés az északi temetőben kezdődött, ahol Kemény Pál az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírjának síremlékénél emlékező beszédet mondott nagy tiszteletű Koncni Lehoszki Krisztina lelkész. Itt ebben a temetőkertben 33. alkalommal hangzik el igei keresztény biztatás. Kemény Pál 56-os mártírunk hátramaradt családtagjai és tisztelői felé. A mai sorrendben tehát 33. biztató és előre, sőt felfelé mutató beszéd alapját szimbolikusan az ebben a földi létben éppen 33 évet élt Jézus Krisztustól vesszük. Ami megváltó Urunk önmagáról való bizonyságtétele a János evangéliumában, a 14. rész 6. versében így hangzik. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A világ egyik legismertebb idézetét hallottuk. A budapesti Szent István bazilikára feltekintve is ezt olvassuk latin nyelven, ego sum via, veritas et vita. Jézus Krisztus világtörténelmi és üdvösségtörténelmi jelentőségű igéje azt üzeni évszázadok óta az emberiségnek, van mód arra, hogy boldogságban, szeretetben, igazságban éljünk ezen a földön. És van mód örökké élni. Van élet a testi, a biológiai halál után. Mindennek, a sokféle áldásnak, a boldogságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak, az öröklétnek a forrása Jézus Krisztus. Jézusban Isten lett emberré, hogy mi isteni létformát nyerjünk. Ennyit tesz, és mindezt jelenti számunkra ez a rövid mondat, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez azt is jelenti, hogy minden út, minden eszme, ami Krisztus nélkül fogalmazza meg önmagát, igazságtalanságba és halálba vezet. Ennek a megállapításnak manapság sokféle bizonyossága van. Elég csak meghallgatnunk a híreket és körülnézni a világban. Jézus Krisztus nélkül nincs igazság, nincs út a mennybe, nincs minőségi élet a földön, és nincs örök élet a lelkünknek. Ezt követően az emlékező közösség koszorúkat helyezett el a síremléknél.